Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak az Ibrány, de nem az újoncok céljával, azaz nem a bennmaradás, hanem az élmezőnybe kerülés volt az elvárás a Madalina György által irányított csapattól. Az Ibrány ősszel szinte végig a tabella élén állt, csak a zárófordulóban nagy halásztól elszenvedett vereség miatt csúsztak a táblázat második helyre félegyháziék. A tavasz nem a legjobban indult, így a nagy csettől elszenvedett vereséget követően Kis Tamás játékos edzőként vette át a csapat irányítását. A folytatásban veretlen maradt az Ibrány úgy, hogy az utolsó percig esélye volt a bajnoki címre, végül azonban egy ponttal lemaradva nagy csettől a második helyen zárta a 2018-19-es bajnokságot az újonc. Alapjában az elvárás nem volt a bajnoki cím, mikor nekivágtunk a megye első osztálynak, viszont a szezon közben ugye úgy alakultak az eredmények, hogy akár meg is tudjuk nyerni a mérkőzést, vagy a bajnokságot, bocsánat. Összességében azt mondom, nem vagyok annyira elkeseredve, picit csalódott vagyok, mert megvoltak a sanszaink, mikor oda tudtunk volna érni, de ez már most így alakult, azt mondom, visszafele nézni felesleges, meg mutogatni esetleg bármire, hogy itt hibáztunk, ott hibáztunk, ennek most így kellett lennie. Majd jövőre meglátjuk, hogy mire lesz elég. Kis Tamással a kispadon 7 győzelmi és 3 döntetlen az Ibrányi mérleg, így a vezetőségnek nincs oka a változtatásra. Úgy néz ki, hogy marad ez a felállás, hogy amikor szezon közben is átvettem a csapatot, mert akkor a vezetőkkel úgy beszéltük meg, hogy a játékom ugye nagyon-nagyon minimális lesz, mert tanultam új félton, amikor játékos edző voltam, hogy nagyon nehéz játszani és meg irányítani is bentől a csapatot, úgyhogy a játékom az minimális lett, de hál' Istennek olyan keretem volt, akivel teljesen mindegy, hogy a padról vagy kezdőbe bárkit bármikor bemertem dobni. Kis Tamás elmondta, hogy a játékos keretben sem lesz jelentős változás, a vérfrissítés miatt érkezhet egy-két futballista a szezonzárásaként a Magyar Kupa megyei döntőjét megnyerő Ibrányhoz.